Több mint 700 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik a közösségi ház Gyapán. A település rész rendezvényeinek lebonyolításában játszik kiemelkedő szerepet. Paksváros önkormányzata eddig bérelte az épületet, most viszont 100%-ban a tulajdonába került, mondta Szabó Péter polgármester. Eddig mindig béreltük a tulajdonostól, bérelte a gyapai közösség, ha valamilyen rendezvényt szerettek volna tartani, de nem is olyan régen sikerült megvásárolnunk ezt az épületet 52 millió forint értékben, bruttó értékben, úgyhogy ezt követően most már nem kell bérelnünk ezt az épületet, hanem a Paksváros tulajdonába került, a gyapaiak most már tudják ezt használni. A megvásárlás után a felújítás kerül most előtérbe, mondta Spíz József képviselő az épület bejárással egybekötött sajtótájékoztatón. Pályázaton szeretnénk pénzt nyerni a felújításhoz. Valóban ez nem egyszerre fog megvalósulni ez a felújítás, mert ez szerény becslések szerint is közül 100 millió forint körüli összeget megüti, mert elég, aki ismerte régen, ez egy ebédlő volt, az állami gazdaságnak volt az ebédlője, konyhával, szuterinnal, öltözőkkel, minden el van látva. Régi, valóban 60-61 éves épület, még kisméretű téglából épült, a nyillászárok nagyon magasak, a belvilága az épületnek nagyon magas, oda a mennyezetben fűtéskorszerűsítés szempontjából, kifűtés szempontjából lényeges lesz a felújítás, úgyhogy jelentős pénzeket szeretnénk ide, hogy a gyapaiak élvezhessék, mint közösségi teret. A helyi közösségi programok lebonyolításában játszik szerepet a ház. Heizler Zoltán, település részi képviselő elmondta, a tetőbeázásait már korábban megszüntették, a felújítás idei évre vonatkozó részleteit is megtervezték már. A felújítással kapcsolatban tavaly évben megcsináltuk a tetőbeázásokat, tehát most már nem ázik be a tető, nem hullik a vakolat. Az idei év keretből a úgymond klubhelyiségünknek a nyílászárójt szeretnénk kicserélni, és pályázat alapján úgy néz ki, hogy a vizes blokk is az idei évben el fog készülni. Nagyon nagy vágyunk, hogy miután a falunak van egy foci csapata, hogy a környéken itt a faluház mellett egy pályának megfelelő terület megvásárlása, és akkor itt akár öltözőket is ki lehet alakítani. Sőt, hát úgy is van már kialakítva, hogy régen voltak is itt öltözők, azoknak a úgymond felújítása, szertár nekik, és hát a sportpályával a használata. Az valószínű, hogy sok mindenkit vonzana a két heti meccseknél az embereket.